gyerekben, és hogyha valaki esetleg eljátszik a gondolattal, hogy egyszer majd szeretne egy ilyen helyiképpen vezetni, akkor mi az út? Az út az, hogy érdekes katonának, elvégzi az iskolákat, a katonaiskolákat is, hogyha egészségügyileg megfelel, és a repülő orvosi és vizsgáló intézetbe is megkapja az aláírást az orvosoktól, akkor a csapatok már történtek a kiképzés. Most már az előzőekben láthatott H145M típussal, illetve a végeggel előzőtött H350-essel. Ez a forgószállítás helikopterekkel, illetve kezdésből pedig, amit már látom, hogy már kötelékbe az 4246-ból előzőtött 143-es hívet, meres szárnyat. Évbizonyos kérdeztem, azaz beszaszató pilótává avanzsálni, ugyanis nagyon különleges egyrészt itt ez a környezet, hogy a Duna felett látható is minden pilóta visel sárga vagy piros színű úszássegítő vagy úszó mellé, amit hogyha esetleg olyan van, akkor használni is kell. Tehát a nagy vízterület felett vízimentő eszközt is viselünk, illetve viselnek a pilóták. Mennyire tudja megközelíteni a vizet? Hát annyira, hogy bele is tudjuk tenni a futóművet, de ez most